Sziasztok! Meg szeretném nektek mutatni, mit rendeltem a Haldorado bebáruházból. Na, kinyitjuk a csomagot, és meglátjuk, mit tartalmaz. Kamaszaki bottartó fej. Szerintem teljesen jó. Van itt még 35 g-os etetőkosár, abból is vettem 4 darabot, az fogyóeszköz mindig kell. A tavaszi horgászatokhoz jól jön ez a két adalék, amit vásároltam. Meglátjuk, hogy fognak beválni. Ezen kívül rendeltem még, ami nekem nagyon szimpatikus volt, ez az újfajta ilyen tornádó, névre hallgató, ilyen olvadós horogcsali, amilyen teljesavas ananász ízesítésű. Valamint rendeltem még ilyen topmixes pelleteket, 4 mm-eset és 2 mm-eset. Ezek is jók lesznek majd etetőanyag mellé adaléknak. Valamint van egy ilyen fekete TTX, ez egy ilyen kukorica darálék, gondolom, vagy örlemény, ilyen lisztszerű, és egy ilyen univerzális favorit etetőanyagot, amit én nagyon szeretek, egy ilyen pelletes fekete névre hallgat, ami már többször bizonyított, hogy szuper. Na de ami izgalmas, hát ez az orsó, amit kifejezetten egy féderbothoz rendeltem. Ez is Döme Gábornak a nevét viseli. Na hát így néz ki a doboz. Fontos adatok rajta vannak. Nézzük. Egy szép kis fekete tasakot találunk először. Benne egy nylon zacskó, és a nylon zacskó rejti az orsót. Van egy robbantott ábránk. Esetleg, hogyha a karbantartás miatt szétszednénk az orsót, akkor össze tudjuk rakni utána. Ez még hasznos lehet a későbbiekben. Az orsót kézbe véve eléggé könnyű. Grafit ház. Elég masszív szerkezetnek tűnik egy elsőre. Elég szépen fut, könnyedém. Egész, tényleg jó fut. Aha. Nem lötyög. Ez majd biztos be fog kopni, és idő során majd valószínű ez azért kicsit lötyögősebb lesz, de majd meglátjuk. Ja. Nyeletőfék is rendben üzemel. Negyed fordulatot kell tekerni, és visszavált. Első fékes az orsó. Egész jó a fék. Visszaforgásgátló. Hát, alaporsó igazából. Sekély dobja van, amit sokan szeretnek, hogy nem kell rá annyi damil tölteni. Néztem, hogy 20-as damiból 225 métert lehet rá tekercselni. Én narancsárga monofil damilt vettem, amiből egy 200 métert szeretnék rátekercselni erre az orsóra, így már biztonsággal lehet használni majd akár távoli horgászatokhoz is.
Na és láthatjátok, hogy nagyon szuper csomagolásból érkezett ez a bot. Masszív, sérülésmentes csomagolás. Na de nézzük, mit rejt ez a cső. És érkezik a Faderbot. Ez a bot Döme Gábor nevével fémjelezett Faderbot családnak az egyik tagja. Ez egy csónakos Faderbot, 2,70 m hosszban, 50 és 170 g közötti a dobósúlya. Ebből a Faderbot családból, ebből a csónakos Faderbot családból kettő erősségű van, 2,70 m-es hosszból. Ez az erősebbik, amit én választottam, mivel az én horgász módszereimhez szerintem ez kell. Na most akkor lássuk a botot. Csak eléggé tükröződik. Igen, ott van, itt is van. Boat Fader, Overfighter, szuper. Döme Gábor Team Fader bot családjának az egyik tagja. Szép kidolgozású bot, eva nyél és parafa alsó résszel kiegészítve, szerintem teljesen kultúráltan néz ki. Nagyon könnyű, 25 dekás az egész bot. Jó nagy keverőgyűrű, szerintem teljesen jó lesz. Külön kis tartóban van a két spitz. Különböző erősségűek szerintem, majd mindjárt megnézzük azt is. Ez a középső tag. A bot az három részes. Na, itt van a két spitz. Elég nagy gyűrűk vannak rajta. Jó a véggyűrűje, megakadályozza, hogy a damér rácsavarodjon. Ezt majd használatkor kiderül, hogy ez tényleg megakadályozza. Ez az erősebbik. Na, dugjuk akkor össze. Először a lightosabbal. Ezzel fogom úgyis használni most a botot. Szeretnék még kimenni itt napokba egyet horgászni. Itt most ugye január 23-a van, és van egy kis felmelegedés. Itt a közeli csatornán valószínű fogok tudni pecázni egyet. Azt nem ígérem, hogy halat is fogok, de legalább kimegyek és kipróbálom ezt a kis pecát. Biztos, hogy elég érzékeny lesz ennek a spicce. Nagyon jó. Na. Ez teljesen korrekt, hogy erre is gondolt a gyártó, hogy egy horogbeakasztó fülecskét még tegyen oda le. Na hát akkor dugjuk össze a pálcát. Teljesen jól illeszkednek.
nagyon szépen végigkonyodik el itt a spiccig egészen a bot. Nagyon jó összeállítás szerintem ez a 2 méter 70 centis bot. Nagyon-nagyon szuper. Jól illeszkedik az orsó tartóba, az orsó. Jól néz ki. Mindjárt meglátjuk itt az egyensúlyt is, hogy hol van a botnak a tömegközéppontja. Hopp, igen, felkapókar is működik. Egy negyed fordulat és átvált a nyeletőfék, teljesen korrekt. Na nézzük. Amint látjátok, itt van a botnak a tömegközéppontja. Teljesen jól ki van találva. Nagyon kényelmes lesz vele pecázni. Ez egy narancssárga színű Haldorado Record Carp Fluo Orange nevű monofil zsinór. 22-es méretben, hát szakító szilárdsága 5,8 kilót írnak, a kiszerelés az 900 méter. Ebből szeretnék egy 200 métert rátekercselni most erre az orsóra. Amint láthatjátok, ráment a 200 méter ebből a narancssárga 22-es átmérőjű monofil damilból, úgyhogy teljesen elégedett vagyok ezzel a dologgal, jöhet a felszerelés. Egy hagyományos etetőkosaras szereléket szeretnék most összeállítani, amit most megmutatok nektek, hogy én hogy szoktam ezt készíteni. Most csak simán ezt a végszereléket a 22-es monofil főzsinóra fogom fölkötni, hogyha nagyobb dobásokra is szükség lenne, akkor szoktam bele kötni fonott előkét is. Az garantálja, hogy nem szakad el dobás közben a végszerelék. Az etető kosár után felfűzök egy gumigyöngyöt. Mivel szoktam cserélgetni a horog előkét, ezért egy olyan forgót választottam, ami megkönnyíti az előkecserét. Egy ilyen szilikon szoknyát kell ráhúzni, ez rögzíti a horog előkét. Csalitüskés horogelőkét használok, amit már az előbb megkötöttem. Íme a kész végszerelék, bevetésre készen.